Hello mindenki! A következő percekben egy kis képszerkesztés, még több videó szerkesztés lesz. Azt fogjuk megnézni, hogy hogyan tudunk egy videót úgy maszkolni, hogy egy feliraton belül látszódjon. Erről van szó, mindjárt mutatom nektek. Tehát erről van szó, egy feliraton belül látszik csak a videónk. És hogyha ez érdekel, akkor a következő néhány percben tarts velem! Ehhez a módszerhez, tehát ahhoz, hogy egy kivágott feliraton keresztül látszódjon csak a videó, alapvetően kétféle szoftverre lesz szükséged. Lehet, hogy meg lehet oldani egyel is, de nálam kettővel. Az egyik egy bármilyen képszerkesztő szoftver, szerintem bármi jó lehet, ami kezeli a feliratozást, tehát van texteszköze. Szerintem ezt mindegyik tudja nagyjából. A másik viszont egy kicsit problémásabb, ez egy videószerkesztő kell, hogy legyen, mégpedig egy olyan videószerkesztő, ami a maszkokat kezeli, tehát a maszkolás lehetőséget. Ez a maszkolás lehetőség, ez hasonlít a Photoshopban lévő maszkolásra, foglalkoztunk már korábban is ezzel a témával, de hát azért természetesen nem ugyanazokat a dolgokat kell beállítani. Videókezelőnk az az általam vágásra használt PowerDirector lesz, de a Sony Vegas meg az Adobe Premiere Pro és hasonló szoftverek pedig egészen biztosan, hogy kezelik a maszkokat. Úgyhogy aki ilyet használ, az biztos, hogy meg tudja ezt csinálni. Nézzük meg, hogy hogy működik. Először is tudnunk kell, hogy mekkora a videónknak a felbontása. Többnyire ez manapság már Full HD, ami 1920x1080 pixelt jelent. Az én esetemben is ennyi lesz a videó felbontása végén, úgyhogy létrehozunk egy olyan alap képfájlt, ami ekkora felbontású. Itt a File New menüponttal. Hát nekem alapból ez van beállítva, de hogyha neked nincs, akkor írd be, hogy 1920, illetve 1080 a magasság. És ebben az esetben a hátterünket is beállíthatjuk már itt egy végtébe, ami nálam, illetve nálunk legyen mondjuk fekete. Tehát ez egy fekete háttér lesz. Mindenképpen két színnel kell csak dolgoznunk, feketével és fehérrel. Az az alak, amit szeretnél, hogy kivágjon a videóból, jelen esetünkben ugye a felirat, az mindenképpen fehér legyen. Illetve nem mindenképpen lehet egyébként pont fordítva is, mert a szoftverekben általában meg lehet fordítani, de hát akkor már itt csináljuk meg, és akkor minden oké okay lesz. Tehát fehér legyen az, amit ki szeretnél vágni, és fekete legyen az, ami ne szerepeljen egyáltalán a videófájlon, tehát amit majd el fog dobni a videóból az a terület. Jelen esetben nekünk ez a háttér területe és a felirat lesz fehér. Kiválasztom a text eszközt, és kiválasztjuk a betűtípust. Hát én most egy nagyon elcsépelt betűtípust fogok használni, mivel azon egész jól látszik a végeredmény, ami szerintem az Impact lesz, és kész, jó, sűrű írás, vastag betűkkel, úgyhogy ezen látszani fog sok minden. És azt írom le, hogy bicikli. És beméretezzük ugye a Move-eszköz. Ha a shiftet nyomva tartod, akkor a bicikli feliratot nem fogja eltorzítani, hanem az oldal arányok azok arányosak maradnak. Legyen mondjuk ekkor a feliratunk, és így nagyjából, nem is nagyjából, egészen pontosan középre helyezem. az automata segédvonalak az újabb photoshopokba erre már nagy segítséget adnak nekünk. Tehát így pontosan középre rakom, de egyébként teljesen mindegy, hogy hová rakod, ahová szeretnéd. És persze, azt írsz be, amit akarsz készen is vagyunk, úgyhogy ezt a fájlt el is mentem. Mégpedig jelen esetben elmentheted a save vagy a save is, bár ugye két darab rétegünk van a Photoshop, automatikusan PSD fájlként szeretné menteni. Mindenképpen valami más, olvashatóbb fájlként mentsd, ugyanis általában maszként nem kezelik a PSD-t, sőt valószínűleg nem fogják kezelni, úgyhogy szerintem a JPG az nekünk tökéletes lesz. Ezért választom az exportot, mert az automatikusan elmenti jpg-be. A méreten nem kell állítanunk, beállítod a minőséget, szerintem a 90-es quality az tökéletes lesz. És szép. Miután elmentettük a szövegünket, a képszerkesztőre már nem is lesz szükségünk, úgyhogy bezárhatjuk. Ugye említettem, hogy a PowerDirector-t fogom használni, úgyhogy itt vagyunk benne. Hát uh, itt végezzük a gerincét a melónak. Először is meg kell nyitnunk a videófájlt ami az én esetemben ez lesz, ez egy ilyen netről letölthető, szabadon felhasználható fájl, egy ilyen bringás animáció. És azt szeretném ugye, hogy a bicikli feliraton belül látszódjon csak ez az animáció. De előtte létrehozunk neki egy hátteret. Ez teljesen mindegy, hogy milyen. Lehet egy teljesen egyöntetűre színezett, egyszínű hátterünk lehet bármiféle fénykép a hátterünk, de lehet akár egy mozgó videó is a hátterünk. Hát most megkönnyítjük az életünket, úgyhogy szerintem csak egy egyszínű hátteret fogunk betenni. Mégpedig a Power ez úgy működik, hogy például itt a color ot kiválasztom, és azon belül választok valami szint, ami nekem az egyszerű, sima fehér lesz és ezt a sima fehér lapot ide teszem, ez lesz a hátterünk. Ugyanúgy működnek a videószerkesztők is általában, mint a képszerkesztők, tehát rétegeket kezelnek. Most, hogy ide tettem ezt a fehér háttérlapot, ez lett az alaprétegem, és ezek a rétegek lesznek a fölé pakolt videó rétegek. És természetesen ugyanúgy átüthetjük ezeket maszkokkal, mint ahogy a képszerkesztőkben, akár a Photoshopban tesszük. Szóval ez lesz az alaprétegem, ezt egyébként át is méretezhetem, de nem teszem. A színe az nem tetszik, azért tettem oda fehéret, mert ugye alatta egy fekete semmi található ebben a videó szerkesztőben, úgyhogy ha az átlátszóságát csökkentem, akkor a fekete szín fog egyre jobban előtűnni, és én valami sötét szürkét szeretnék, nem ezt a fehéret, csak ugye itt nem volt sötét szürke, csak fekete, fehér vagy mindenféle, akármilyen szín. Úgyhogy itt a Modify-nál, az Object Settings-nél az Opacity-ét, vagyis az átlátszóságát lejjebb veszem jócskán. Egy egészen sötét, nem egészen fekete, de azért egy sötét szürkét fogok beállítani. És szével el is mentjük. Itt van a hátterünk, ami ugye ugyanez a fehér háttér, csak egy picit átüt. Nem is picit. Nagyon. És most jön a lényeg visszaváltok a betöltött videómra, és a betöltött videót is behúzzuk, de nem ide, hanem egy alatta lévő rétegre, vagyis az azt jelenti, hogy fölötte lesz, tehát a hátterünk fölött lesz ez a videó. Itt is van, ha megnézzük, akkor ugye alul látszik ez a szürkészség, és fölötte pedig a bringás videó. Ezt a szürkészséget, ezt pontosan ugyanolyan hosszúra húzom, mint maga a videó, hogy végig kitartson amíg megy a videónk. Ugye bármelyiket kijelölöm, például a bringát, akkor azt is arrébb tehetem, ahová szeretném, átméretezhetem, elforgathatom, és a többi, és a többi, de most rá szeretnénk tenni a feliratot úgy, hogy csak a bicikli képkivágáson belül látszódjon az egész. Ez nem is olyan nehéz, ki van jelölve a felső, a videó rétegem, amit szeretnék majd kivágni a felirat alakjára, és megint ide nyomok a modify -ra. ahogy említettem néhány perccel ezelőtt valószínűleg, ha nem a Power Director-t használjátok, akkor ez nem így fog menni. De maga az az alap, hogy egymásra kell pakolnom a rétegeket, és egy maszkal, egy egyszínű vagy kétszínű fekete fehér maszkal kivágni, amit szeretnék, az minden egyes videószerkesztőben szerkesztőben ugyanúgy fog működni. Tehát itt a Modify, és itt van fönn nekem a maszk fülem ahol rengeteg fajta maszkot látsz, itt már van egy előre betöltött, mert próbálgattam, ez éppen egy fehér alapon fekete maszk, nekünk az ellentéte kell, de ha esetleg ilyet töltöttél be, ugye meg is mutatom, ha erre rákattintok, hogy ezt szeretném használni, akkor pont az ellentetje történt meg. A bicikli feliratot ugyan kivágta, de mi azt szeretnénk, hogy csak a biciklin belül látszódjon a videó, és most pont, hogy kívül látszódik rajta. Íme, tehát valami ilyen a végeredmény, illetve nem a végeredmény, hiszen itt nem állunk meg, nem ezt szerettük volna, nem pont az ellentetjét. Általában a videószerkesztőkben lehet ilyen invert mask funkció, amivel meg tudod fordítani az egészet, de hát mi előre dolgoztunk, és azt szeretném megmutatni, hogy milyen az, hogyha te magad töltöd be. Ugye a sablonok között nyilván nem lesz olyan felirat, amit szerettünk volna, pont ez a biciklis, úgyhogy előre elkészítettük, és itt a Create Mask kell be tudjuk hívni. Itt van nekünk a bicikli textünk. Ugyanez, mint az előbbi, amit mutattam, amit a Photoshopban csináltunk. És ha megnézzük most, akkor látszódik teljesen a sötét szürke hátterünk, rajta ugye feketével maga a videófájl, ugyanis ha ezt elindítom, akkor. Akkor ez lesz a vége. Tudom méretezni is. És így tovább, és így tovább. Na, és nézzük meg, hogy mit sikerült csinálni. Tehát a videónk a feliraton belül látszik mostantól mögötte pedig a háttér, ami mondom lehet egy bármilyen kép is, vagy akár egy mozgó videó is ezeken kívül, akkor a videót kell ide húznod a háttér helyére. Mindenkinek köszönöm, aki megnézte a videóm, és hogyha tetszett nektek, akkor nyomjatok egy lájkot, illetve, hogyha még nem tettétek meg, akkor feliratkozhattok a csatornámra, és hogyha bármilyen kérdésetek van a témával kapcsolatban, akkor azt megtetitek itt lenne a kommentek között. Sziasztok!